Üdvözlök mindenkit! Kaposi Dávid vagyok. A Patka projekt és a... Hűha! A Gördeszkások klubjának sportegyesületi munkatársa. Igazából talán ami a legfontosabb, hogy a Nagyiccei pályával kapcsolatban egy közösség munkája teljesedett ki. A következő dián igazából ennek az okára akarunk kitérni. Nagyjából így néz ki manapság egy önkormányzati gördeszkapálya, ami az állam által finanszírozott. Ezek a teljes tervezés hiányát mutatják a legtöbb esetben. Nem megfelelő elemek, nem lehet rendületesen gördeszkázni rajta, és a mostani dia pedig az Erzsébet téri gördeszkapálya, ami alapjaiban egy katasztrófa, hogy finoman fogalmazzak, ugyanis a talaj szinte már-már alkalmatlan gördeszkázásra. Nagyjából 2013-2014 nyarán kezdtük el komolyabb szinten fejleszteni a Nagyiccei hévmegálló környezetében egy üresen álló raktár épület helyét, amire a helyi közösség már korábban épített kezdetleges minőségű, de gördeszkás elemeket. Egy nagyon kedves gördeszkás cimboránk, aki kicsit komolyabban belevette magát a pályaépítés rejtelmeibe, európai pályaépítő cégeknél dolgozott, körülbelül már másfél-két éve, amikor a saját szabadságát felhasználva hazajött hozzánk Magyarországra, és az ő irányításával, a felügyelete alatt a helyi nagyiccei közösséget összefogva komolyabb fejlesztésekbe kezdtünk. Egy kis segítséget igénybe veszek. Egy kicsit, hogy az anyagbeszerzésről is beszéljek, mindent felhasználtunk, ami ott volt a környéken. Ez szó szerint azt jelenti, hogy az építési törmeléket összehordtuk a környékről, különböző mindenféle szemetet összeszedtünk, beépítettünk mindent, ami felhasználható volt a környéken. Látszik itt a jobb alsó sarokban egy összvér szerkezet lényegében. A jelenlegi kép, nem, a képek nem feltétlenül időrendi sorrendben követik egymást, ugyanis egyes elemeket több részletben építettünk, és az elemek kialakítása során igyekeztünk úgy megvalósítani a dolgokat, hogy azok olyan felhasználási szintet tegyenek lehetővé, illetve olyan elemeket alakítsunk ki, amik egyediek, nem egy kategórikus skateparkban megtalálható. A munkálatok gyakran az éjszakában nyúltak, ezt olyan szinten sikerült megtámogatnunk, hogy áramfejlesztővel fejlesztettük az áramot, a helyi kútról, kannákból hordtuk a vizet. Így néz ki az előbb látható elem, igazából ez három építési fázisból áll össze. Az egyik része egy úgynevezett speed bump, igazából úgy kell elképzelni, mintha egy gombóc fagyit lejtenénk a földre, szétlacsam, és ez minden irányból használható, ennek ez a legnagyobb előnye. A következő dián látszik, hogy egy korábbi elemet felhasználtunk a szerkezet alapjának, és a már jól bevált építési törmelékkel kicsit kiegészítettük, ami kiváló térkitörtési szerepet szolgált. Ezután jöhetett a térháló, illetve a vasalat. Ezek persze oldalról egy bizonyos keretbe voltak foglalva, hogy szabályos ívek mentén tudjuk megformálni az elemeket. Itt megjegyezendő, hogy mivel helyszíni betonozás volt, teljesen DIY módszerekhez forradtunk, tehát itt előírt beton minőségről nem beszélhetünk. Szabványos nyomószilárdság, ennek nyoma sincs. Ugyanakkor
felületkeményítőt nem használtuk, se duroktól, se semmi. Ezen az elemnél látszik, hogy először csak megformáltuk magát az objektumot, illetve rengeteg belefektetett munka, illetve hát ez óraszámban nehezen kifejezhető, amikor elsimítottuk ezt az egészet, majd egy következő képen jobban látszik. Ez a pálya végén található egy 4,5 méter széles elem, körülbelül 1,5 méter magas lehet, némi gumiabroncsal megtámogattuk a szerkezetet, hogy még strapabíróbb legyen. És így néz ki az elkészülés után oldalt, teljesen kivehető a szerkezet, szemből viszont tökéletesen sima felület került kialakításra. A közepén szintén nem egy szokványos kis kitüremkedés található, ez egy bizonyos Love Seat néven emlegetett elem. Mindenféle mutatványokat lehet bemutatni e fölött is átgurulva. Ez a kép közepén szintén nem egy szokványos objektum található, ez pár diával ezelőtt már bemutattuk, ez egy bizonyos vulkán, illetve itt látható a pálya önmaga. Igazából azon kívül, hogy egy tök jó dolgot hozott össze a helyi gördeszkás közösség, az egésznek az a lényege, hogy a közös cél érdekében fogjon össze mindenki, és merjenek nagyot álmodni. A témához kapcsolódóan szeretném nektek bemutatni Samu Bencét és Nagy Ágostont, a Binaurától. Ők fizikai installációkkal, interfészekkel, csomó mindennel foglalkoznak és csinálnak. És ami igazán érdekesen is köti ehhez a történethez, hogy a kereskedelmi forgalomban előforduló szenzorok, meg mindenféle ilyen kütyük, egyerék, egészen kreatív felhasználásáról fog nekünk most mesélni. Köszönöm szépen. Ezt kell nyomogatnom, vagy? Igen. Jó. Sziasztok! Én Nagy Ágoston vagyok, a Binaura egyik fele. Itt van egyébként Samu Bence is, és Eduard is, akivel együtt ezt a projektet csináltuk. Erről a projektről fogok beszélni, de igazából muszáj kapcsolódnom az előző előadáshoz, mert szerintem nagyon szuperül mutatja azt, hogy hogyan lehet elemekkel bánni, és azokat összekombinálni, és újfajta dolgokat létrehozni. Mi ugyanezt csináljuk szoftverrel, és általában amúgy szoftveres installációkat, applikációkat csinálunk, iOS, Android, C++, JavaScript, mindenféle ilyen kreatív kódos frameworkökkel, amiket egyébként ajánlok a figyelmetekbe, mert a kóddal lehet hasonlóan bánni, mint a rajzzal és a vonalakkal. De most mégis itt ebben az 5 percben, ami nagyon rövid lesz, és már majdnem szerintem a felénél vagyok, erről a kiállításról szeretnék beszélni, ami a Polar Graph, amit most csináltunk nemrég. Nem szoktunk ilyen kiállításokat csinálni, ezért ez egy ilyen egész extrém furcsa helyzet, hogy kiállítási falra krétával rajzoltunk. Ugye általában interaktív touchscreenekkel, nem tudom, telefonokra, alkalmazások tervezésével foglalkozunk. Itt viszont az volt, hogy egy galéria megkért minket, a Jurányi Ház galériája, ahol egyébként a stúdiónk is van, hogy csináljunk egy kiállítást ebbe a galériába, ahova mindenki kréta rajzokkal készül. És ugye ez hozzátartozik a maga az egész kreativitáshoz is, meg az előzőekben hallottakhoz is, hogy ha limitált a helyzet, limitált a eszközkészlet, akkor tök máshogy fog hozzáállni az ember, és ez tökre így van a kreatív kódolásban is, a probléma megoldásban, és a krétarajzoknál is. Mi kitaláltuk, hogy akkor ilyen kis robotokkal fogunk rajzolni, ami ezért lett Polar Graph a neve, mert két helyen föl van függesztve egy-egy motor, és ez mozgatja az algoritmusok alapján
azt a kis eszközt, ami nekünk kirajzolja azokat a vonalakat, amiket mi szeretnék ebbe a térbe ábrázolni. És itt lehet látni egy ilyen kis közeli képet, ahogy egy 3D printelt tárgy tartja a krétafilcet, és az egy ilyen repetitív vonalat kirajzol. Itt ugye az volt a nehézség, hogy egy vonalat kellett nekünk csinálni, és egy vonalas problémákkal küzdöttünk. Nem vetettük ezt el, mert tök izgalmas, tehát igazából az összes képnél lehet látni, hogy egy ilyen összefüggő, az elejétől elindul egy rajz, és akkor egy ilyen vonalat kirajzol, ami utána 3D-be valamilyen módon befordul, megjelenik, és hogy ez adta az egésznek így igazából az alapvető, hát hogy úgy mondjam, esztétikai alapvetését. Ugye a generatív grafika, a minimális vonal alapú rajzok az elég szép irodalomra és történelemre terén visszatekint most már a design történelemben. Mi ugyanezt a hagyományt visszük végig, vagy folytatjuk, csak itt azt lehet látni, hogy nem képernyőkön, nem honlapokon, hanem magán a fizikai térben ez hogy néz ki. És valójában ez azért is érdekes, mert maga az, hogy valahogy ábrázolni dolgokat, ugye mindenki rengeteget fotózik, Instagramra ide-oda feltölti a fotókat, nem foglalkozik azzal, milyen a minősége. Minket itt érdekelt az, hogy valójában az, ahogy létrejön a rajz, ennek van egy időbelisége, ezzel lehet foglalkozni, lehet nézni, és ezért egy performance formájában alakult ki az egész. Tehát a megnyitó során ki voltak téve ezek a kis rajzoló robotok, és meg lehetett nézni, hogy hogyan készülnek el maguk ezek a leképezések, és ezt ti most megnézhetitek majd újra. Itt kint a szünetben elhoztuk az egyik ilyen rajzológépet, és meg lehet nézni, hogy hogyan épül föl valójában. Mert ez, amit itt láttok, ez egy ilyen kis timelapse felvétel, ami nem tudom, 45-50 percen keresztül zajlik. Szóval a lényeg az, hogy ezeket a dolgokat mi úgy hozzuk létre, hogy kódot írunk. Itt például C++, de van, amikor JavaScript, ahogy mondtam, teljesen mindegy, lényegtelen az, hogy milyen nyelvet használunk, mert a nyelvekkel olyan dolgokat lehet csinálni, amiket mondjuk meglévő szoftverkörnyezetekkel tök nehéz, tehát hogy vagy nem arra van. És a nyelvekkel lehet kísérletezni, lehet újfajta formákat létrehozni. És ez például, ez az egész projekt nekünk arról szól, hogy tovább folytatjuk ezt a kísérletező vonalat, amit amúgy csinálunk. És ugyanezeket a fajta megközelítéseket alkalmazásokba ti is kipróbálhatjátok, megnézhetitek egyébként iOS-re, Androidra, a Binaura név alatt az App Store-ban, meg a Google Play-en érdekes felvetéseket tudtok találni. Egyáltalán nincs érzékem annak a tekintetében, hogy most mennyit beszéltem, úgyhogy szerintem ezt most így meg is köszönöm, és átadom a kérdéseknek a terepet. Köszi szépen! A pályára szeretném azt kérdezni, hogy ez a terület, ez kinek a tulajdonában van? Mert én minden nap itt járok el, és mindig nézem, hogy ki kéne menni. És hogy veszélyben áll, hogy egyszer elvész. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Alapvetően, amikor elkezdődtek az építkezések, akkor ez teljes mértékben ez egy tisztázatlan helyzet volt. És körülbelül a második évben jött ki először a tulajdonos, aki egyébként véletlen arra járt, és igazából konstatálta, hogy a helyi közösség teljesen jól használja, illetve hasznosítja a teret, és igazából hallgatólagos beleegyezését adta. Erre.
És ha legközelebb arra jársz, nyugodtan menj oda és próbáld ki. Nekem pont arra szól, vagy azt szerettem volna kérdezni, hogy van-e már tapasztalatotok tüvére visszamenőleg, hogy a dilatáció és a vízelvezetés hogyan tud működni? Igen, alapvetően az elemek kialakítását úgy végeztük, hogy gyémánt tárcsával felvágtuk konkrétan az aszfaltot, hogy gördülékeny legyen az áthaladás a talajról, ami aszfalt, az elemekre, és egy-két év távlatával azért néhány cent, hát egy fél centi, egy cent is lyukak azért keletkeztek, illetve a helyszínen az aszfalt repedezik, ezt körülbelül minden évben egyszer kitisztítjuk és újra lebetonozzuk. De professzionális módon megoldott vízelvezetés még nincs a pályán. Üdvözlök, szintén a gördeszkával kapcsolatos fenntarthatóság, tehát pont úgy a harmadik azt, hogy hogyan igyekeznek fenntartani a teret, viszont a közösség fenntartásáról, hogyha beszélnél még. Alapvetően a Nagyice megálló, illetve a nagyicei gördeszkások hozták létre ezt az egész teret, illetve egy szűkebb közösség tartja karban, illetve mondhatni, hogy üzemelteti magát a gördeszkapályát, de szeretettel várnak mindenkit, aki ki akarja próbálni, illetve különböző zenés rendezvényeket szoktak tartani évi rendszerességgel a helyszínen, ahol mindenki a kedvére gördeszkázhat, szintén DIY zenekarok lépnek föl. Némi grillezéssel, bográsolással megfűszerezve. Én azt mondom kérdezni, hogy betongyártókhoz vagy építőipari cégeket megkérdeztétek-e, hogy szponzorálnának-e anyagot a pályához? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert körülbelül a 12.-15. keverés után már nem nagyon érzi az ember a karját, még ha egy 3-4 fős brigád is keveri, nem beszélve, hogy lényegesen jobb beton minőséget kaphatunk előírt receptúrák esetén. Ez volt a felvezetés, és a kérdésedre a válasz, hogy még nem sikerült eljutnunk egyik ilyen betongyártó céghez sem a megkereséssel, ha jól tudom. Kihasználom még a mikrofont, a Pinaurához kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a filcnek a dőlés szögét hogy lőttétek be, hogy szép vonalat húzzon. Ugye ez nem volt probléma? Mindig van probléma, és nagyon sok, és egyébként a kísérletezés. Tehát olyan, hogy láttátok talán a képeken, itt kint nem lesznek üvegek, de egyébként ilyen műanyag flakonokkal súlyoztuk ki, hogy hogyan kell, hogy behúzza, és hogy mennyire kell ellensúlyozni a dolgot. Tehát igazából ilyen nagyon trial and error, próbaszerencső az egész munkamódszer. Ugyanígy egyébként a szoftverrel is, tehát hogy ami működteti magát a rajzolást, az egy ilyen ipari szabványként a GRBL, amit általában használnak ilyen marásra, meg ipari környezetekbe. Mi ezt egy kicsit átformáltuk, és akkor azt most épp rajzolásra használjuk, vertikálisan. De ugyanígy, hát így kipróbáltuk, és akkor milyen kell, hogy behúzza. Hát ugye krétával nem ment annyira, a krétát nagyon hozzá kell nyomni, de a Kréta Filc egyébként egy jó eszköz, és amúgy tervezzük azt, hogy ezt a módszert még másfajta eszközökkel kipróbáljuk. Ezt látni fogjátok egyébként most, hogy néz ki egy ilyen rajzolás így a valós időben, kb. Nem tudom, fél óra alatt rajzol ki egy ábrát, egy ilyen jó hosszú meditatív folyamat, közben lehet sörözni, meg nézni, úgyhogy jó lesz. Hogy menjünk sörözni, megnézni a videórás élő szép installációt. Utolsó kérdés. Miért már kérdeztél? Statihoz, vagy draw on demand szolgáltatást gondolkoztak? Ilyen gerilla graffiti, gyáva graffitiseknek, akik fotóról elküldött esvégén, és nem merik kérni a metrókanára,
nem mondom csúnya szavak csúnya emberekről, tehát hogy ilyenben nem gondolkoztok. Várjuk a megkereséseket egyébként itt az előadások után a különböző ilyen ötletekre, mert nagyon szívesen együttműködünk, hogy bármilyen ilyen hasonló ötlet van. Tehát, hogy ez működik szépen, amúgy tényleg egy teljesen másfajta minőségű képalkotásról van szó, mint általában a printerek, vagy nem tudom, a projekciós vetített felületek. Úgyhogy jó a kérdés, köszi, és gondolkozunk ezen. Ezt egyébként pedig, ami itt elkészült, nagyon szívesen elárverezzük, hogyha esetleg egy ilyen átfordul ez az este még a végén. Köszönöm szépen!